Összességében olcsóbb megvenni egy lakást, mint hosszú távon albérletet fizetni. Legalábbis a nyáron még erről szóltak a hírek. Az árakat különösen megdobja a szeptemberi iskolakezdés. Az egyetemisták most még szívesebben, többen is összefognak azért, hogy csökkentsék a lakhatás magas költségeit. Budapest az egyik legolcsóbb európai város a diákok számára. Ez áll a hvg.hu egyik augusztus végi cikkében. Ez a statisztika az albérlet árakat taglalja. Jó tudni viszont, hogy ez csak abban az esetben igaz, ha az egyetemisták kisebb lakóközösségeket szerveznek és így bérelnek lakást. Egyedülállóként aligha, ugyanis nagyon elszálltak az albérlet árak. Ráadásul nem csak a fővárosban mutatkozik ilyen árnövekedés, az alkalmi lakhatások illetően, hanem Nyíregyházán is. Számos olyan lakást találni az internetet böngészve, ami gyönyörűen fel van újítva, épp ezért horribilis összegekért adják ki a tulajdonosok. Az sem ritka, hogy a lakás ugyan nincs felújítva, régi építésű és a fenntartása is költséges, azonban közel van a belvároshoz, ezért ezekért is magas összeget kérnek el a főbérlők. A belváros közeli és felújított ingatlanokért irreálisan magas albérleti díjakat kérnek el. Azok a fiatalok, akik nem az egyetem miatt költöznének, sokszor inkább otthon maradnak a szüleikkel és spórolnak saját lakásra. Vendégünk a stúdióban Vareha Tamás, a Dunahouse értékesítője. Jó estét kívánok, köszöntelek. Jó estét kívánok, köszöntelek. Na hát alaposan átrajzolódott az ingatlan piac az elmúlt években. Mondhatjuk, hogy teljesen más feltételekkel juthatunk most akár lakáshoz, akár albérlethez. Mi a helyzet Nyíregyházán? Ezt a budapesti kitekintést láttunk. Igen, hát átrajzolódott. Sok nyíregyházi is érdeklődik fővárosi ingatlan iránt. Igen, sok nyíregyházi van, sokan mennek ugye egyetemre, Budapestre, és sok diák szeretne kivenni nagyon jó albérleteket. Pesten azért lényegesen megemelkedtek az árak albérleti szinten Nyíregyházán, bár Nyíregyházán is, azért az utóbbi két évben a nyíregyházi ingatlanok ára is azért egy 30%-kal emelkedett. Pesten nyilván még jobban, illetve az albérletek ára is, az Nyíregyházán is már egy ilyen másfél-két szobás lakás, ami szép állapotú, új építésű, 80-100 ezer forint körül van. Ami ugye régebbi, vagy esetleg panel, azok is azért egy másfél szobás már 60 ezertől indul. Ami ugye 1+2-es, azok meg már a 80-100 ezer forintos tételt is ütik. Ugye nyilván ez Budapesten körülbelül a duplája, tehát a nyíregyházi albérlet áraknak a duplája a budapesti. Mennyi kauciót szoktak kérni, amit előre le kell tenni? Mi nekünk van egy tendenciánk, mi egy havi béleti és két havi kauciót kérünk. Ez azért lényeges ebből a szempontból, mert ugye az az egy hónapban, ha valami miatt a bérlő nem tud fizetni, ugye az egy hónap pillanatok alatt eltelik, plusz még ugye hozzájön a rezsi, és ugye egy havi kaucióból a tulajdonos nem nagyon tudja ezt finanszírozni, ezt a plusz kiadást. Tehát ezért két havi kaució, egy havi béleti díj, így lehet indítani. Ha már itt az albérletekről beszélünk, milyen kockázatai vannak úgy mindkét fél részéről egy albérletnek? Hát az albérlet, a bérlő részéről igazából az a kockázat maximum, hogy a tulajdonos esetleg bármilyen oknál fogva értékesíti az ingatlant, vagy valami miatt ugye szüksége van az ingatlanra, és mennie kell. Főleg akik régen bérelnek lakást több éve, és még kedvezőbb áron, ez nekik mindenképpen szívfájdalom és érvágás, hogyha esetleg menni kell, távozni kell az ingatlanból. Igazán talán a bérbeadóknak több olyan kritérium van, ami miatt esetleg problémája lehet. Ez lehet az ingatlannak a használatából adódóan, hogy lelakják, nem annyian jelentkeznek be, amennyit megbeszéltek, tehát mondjuk bejelentkezik egy házaspár, és oda megy még öt gyerek, amiről nincs tudomás, nyilván ugye más akkor az ingatlannak a használata, főleg egy kisebb lakásnál jobban tönkreteszik, tehát főleg ez igazából a nem fizetés, ami még ilyen probléma. Meg a rezsiköltség. A rezsiköltségek, a nem fizetés, nyilván most mindenki kerülhet szorult helyzetbe, és vannak átmeneti vagy hosszabb távú problémái ezzel kapcsolatban. Igazából a tulajdonos biztosítani tudja esetleg szerződésben magát, úgyhogy esetleg egy közjegyzői szerződést írata bérlővel szemben. Mennyire könnyű kitenni egy albérlőt? Ugye régen ez szállóige volt. Igen, bérlőt kirakni. Igen, ez nehéz dolog. Én úgy gondolom, hogy ma azért Magyarország is sokat fejlődött már intelligencia szinten, úgyhogy nem hiszem, hogy ma már ebből ilyen nagyon nagy problémák vannak. Nyilván azért vannak egyedi esetek,
Én úgy gondolom, hogy általában azért ezek csendesen szoktak zajlani ezek a dolgok, és nem szokott ebből olyan nagy probléma lenni. A bérbeadó úgy tudja magát biztosítani, hogy nyilván egy alapszerződést írnak, nyilván nehezebb kitenni a bérlőt, tehát akár hónapokba is kerülhet, mire az ingatlanjából esetleg el tudja távolítani, akár egy ilyen nem fizetés, vagy ilyen problémák miatt. Egy közjegyzői szerződéssel, amiben le van rögzítve, hogy ő neki nem kell másik ingatlan biztosítani, ha felbontja a szerződést, akkor egy hónap alatt, körülbelül egy hónapos átfutás alatt lehet. Illetve van még egy harmadik megoldás is, nekem van olyan ismerősöm is, inkább ez a kisértékű lakásoknál igaz. Tehát nagyobb értékű ingatlanoknál nem szoktak ilyen jellegű problémák lenni, inkább az olcsóbb bérleményeknél. Ő például ezt úgy oldja meg, hogy előre aláírat egy olyan papírt a bérleti szerződéssel együtt, amikor már távozik is a bérlő belőle. Kicsit beszéljünk arról, hogy miután azzal indítottuk, hogy átrajzolódott az ingatlanpiac, más feltételekkel lehet vásárolni is. Tehát mi az, amin érdemes elgondolkozni, illetve összehasonlítva valóban most már egy lakástörlesztés akár kevesebb is lehet havi szinten, mint egy albérlet? Igen, hát azért átrajzolódott a piac. Ugye ezelőtt azt mondom, egy 2 évvel ezelőtt, és körülbelül még egy 5 évre visszanyúlóan ugye egy keresleti vagy egy kínálati piac volt Nyíregyházán, tehát mindenki el akart adni, az ingatlan árak azért folyamatosan csökkentek, és most pedig egy kínálati vagy keresleti piac van, tehát most mindenki keres, mindenki venni szeretne, és átalakult egy kínálati vagy keresleti piaccá. Ugye fölmentek az ingatlan árak természetesen, ugye, hogy ez a piac megváltozott, illetve most jött ugye a csok, ami ugye főleg az újépítési ingatlanoknál a 10 millió forintot jelenti egy 3 gyerekes családnál, illetve van a használt lakásokra is a csok, ami ettől azért szerényebb egy kicsit, de mindenképpen sokan kihasználják ezt. De az újépítési lakások is azért 320 ezer forint alatt már nem nagyon vannak Nyíregyházán. 300-320 ezertől kezdődik per négyzetméter, és annyira lent van most a jegybanki alapkamat is, hogy nagyon kedvezőek a hitelek. Ugye nagyon sok ember elcsúszott a devizás hitelekkel kapcsolatosan, amit szerintem még mai napig is nagyon-nagyon sokan nyögnek, és nagyon sok probléma van emiatt még bizonyos háztartásokban. De ma például valaki, ezt most mondok egy példát, egy másfél szobás szép állapotú panellakás 8 millió forintért, fölvesz hozzá 5 millió forint hitelt bármelyik pénzintézettől egy 20 éves futamidőre. Ennek körülbelül 42 ezer forint körül jön ki most, nyilván most bankja válogatja 1-2 ezer forint ide-oda, tehát körülbelül egy 42 ezer forintos havi törlesztő részlete van. De ha mondjuk egy pár veszi meg, és mondjuk mind a ketten hozzá kötnek egy valamilyen lakáskasszát, ez lehet most természetesen bármilyen, akkor ezt a 20 éves futamidőt egy 5 évre le tudják rövidíteni. Igaz, hogy ez, az 5 évig az nem 42 ezer, hanem 82 ezer. Igen, ez 82 ezer, de 82 ezer forintért ma egy új építésű másfélszobás lakást tud bérelni. Tehát magyarul a bérleti díj árából 5 év alatt azt az 5 millió forint hitelét nullára tudja két lakáskasszával simítani. Akkor van mind kalkulálni. Igen. Barehat Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Én is nagyon szépen köszönöm.